Sok szeretettel köszöntöm a nézőket a mai muzika műsorban. Itt Budapesten vagyunk, a Kálvin téri református templomban, ahol egy gyönyörű Deutschmann orgona áll a rendelkezésünkre, és sok szeretettel köszöntöm a templom orgonistáját, Bódis Tamást. Szervusz, Tamás! Szervusz! Kérlek, mesélj nekünk erről az orgonáról, hogy mit lehet róla tudni, mikori, hogyan készült, és hogy ami most itt áll előttünk, ez egy rekonstruált orgona, volt nézett ez másképp így, másképp is ki, és mit lehet róla tudni, mikor készítette ez a Jakob Deutschmann? Ez az orgona egyidős a templommal, ami 1829-ben épült fel teljesen. Ez egy templom építés, egy hosszabb idő volt, főleg abban a korban, amikor a pesti városfalon kívül állt ez egy piactéren tulajdonképpen, ami ma Kálvin térnek hívunk, és már a templom építésekor, abban az évben már szólt is az orgona, amely Bécsből érkezett hajón, Jakob Deutschmann orgonaépítő, ottani orgonaépítő készítette és szerelte össze, állította föl legelőször a hangszert, több átalakításon ment keresztül, majd a templom 5 évvel ezelőtti felújítását követően mód nyílt arra, hogy az orgona is megújuljon, és ahogy a templom is az eredeti állapotát mutatja, lényegében egy 19. századi klasszicista épület, úgy az orgonának is az eredeti állapotát állítottuk vissza. Mindenféle korábbi bővítés és fejlesztés, modernizálás részé ellenére ez most egy visszaalakított hangszer, ilyen tekintetben egyedülálló, igen. Hiszen még a debreceni nagy templomba is ugyanez az orgona építő 7 évvel később épített hangszer. Tehát... Szóval, hogyha a református egyházat nézzük Magyarországon, talán ez a legrégebbi orgonája? Vagy ha a református egyházat nézzük, akkor nagyjából innen ettől az időszaktól számítható, és nyilván a Kálvin tér nagy hatást gyakorolhatott a vidéki gyülekezetekre, hogy akkor ők is építsenek orgonát a templomukba. Korábban ez a reformátusoknál inkább csak ahol volt ott megtűrték, és itt a 19. században gombamódra aztán szaporodnak és épülnek az orgonák a református templomban. Ez tehát egyfajta nyitás és kezdet volt. És hogyan lettél te itt orgonista ezen a helyen? Akkor még így nézett ki a játszóasztal, vagy még akkor más volt? Én 2010 óta vagyok itt, és ugye ez a hangszer 2014 végén állt föl újból. Addig nem tudtuk ezt a hangszert használni, mert a templom átalakítás miatt a korábbi hangszert olyan részét kellett lebontani, ami lehetetlenné tette a hangszer használatát. Ezért egy kis orgona áll a templom előterébe, egy úgynevezett karorgona, amit hát Németországból használt orgonaként szereztünk be, és az nagyon jó szolgálatként ma is ott áll, és azt is tudjuk használni speciális helyzetekben, vagy kórus kíséretére, vagy kamarazenére, de ez a nagy orgona képviseli a fő értéket a templomban, tehát koncerteket most már ezen rendezünk. Ez egy hány regiszteres orgona? Ez 28 regiszterből áll most, ami eredetileg 24 épült meg, és azt a hangképet, ami akkor szólhatott, nem volt könnyű kutatni, mert nem nagyon maradtak fönn sem fénykép, sem pedig leírás, illetve az eredeti szerződésnél több valósult meg. Ott 20 van csak, végül 24, és ezt most kiegészült 28-ra, hogy egy mai, a korabeli hangkép... visszahozzuk. Igen. Olyan regiszterek kerültek bele, amik akkor nem voltak benne, de Deutschmann beépíthette volna. Ezt tudjuk például a debreceni nagyobb orgonából, ott voltak ilyen regiszterek. Igaz, Deutschmannnál nyelvregiszterről... Hát azt nem tudtuk rekonstruálni, mert ugye a rekonstrukció úgy készült, ezt ugye Homolya Dávid végezte és Kormos Gyula, hogy felkutatták a rekonstruált vagy eredeti állapotban lévő Deutschmann hangszereket Ausztriában, Szlovákiában és Magyarországon, és azokból vették a méreteket, mintákat, a sípoknak a méretezését. Az eredeti hangszerből mintegy 10 sípsor maradt meg, de azok is átintonálva
Tehát az eredeti, az eredeti hangmintákat abból nem lehetett rekonstruálni. Fém sípsorok maradtak meg, vagy inkább vagy a fa sípsorok? Főleg fém sípsorok maradtak meg. Igen, és az fontos. Azokon lehetett látni, hogy az eredeti megmunkálás szerint az még közel 200 éves sípkészítés lehetett. Amit említetted itt most a nyelvregisztereket, ugye ezen az orgonán van körülbelül hány két regiszter? Két regiszter van, a pedálban egy külön, és a főművön van egy külön. Az első manuálon, első billentyűsoron. Ez egyébként az esztergomi Moser orgona, ami hasonló korú, Ludwig Moser, abból kopírozott minta, tehát ugye a Deutschmann korabeli nyelvsípról van szó, és az szól most itt. És amit a műsor előtt beszélgettük, hogy most éppen meg kellett hangolni, és valamelyik síp most még nem szól. Igen, ez az egyvonalas A. Egyvonalas A hang, úgyhogy ezt nekünk légy szíves meg tudod mutatni, hogy igen. Hogy kell behangolni egy ilyen sípot, kérlek, menj föl. Fölmászunk és akkor az orgonába. Figyeljük. Igen, akkor a... Menjek én is? Fel tudok menni? Hát szerintem neked kéne nyomni ott a lentén. Rendben, nyomom én akkor. A legnagyobbat. Illetve nem, ezt a H hangot esetleg. Megvan. Okay. Ez itt van a szélén tulajdonképpen. És a H mellett van az A. Ez egy, ja, igen, még egyszer a hát. Jó, át. Igen, az nem szól most. Ez így van, hogyha kiveszem. Töltsére. Látjuk, és a hangoló kampója. És akkor most nyomjad. Hozzá kéne a oktávot fölötte, oktáv négyet, fölötte. Így hangolnak egy orgonát mindig. Egy másik regiszterhez kell hozzáhangolni a nyelvsípokat. Jó, most akkor a cisz. Akkor nyomok mellette egy diszt, hogy... Vagy ez megvan most már cisz. Mert egész hangonként vannak a sípok. Van egy C és egy cisz oldal, és egész hangonként mennek a sípok egymás mellett. Két oldalra bomlik a manuál, és úgy mennek a sípok, mint a... Így most jó mind a két hang, ugye? Igen. Rendben. Kiváló. Szóval azért egy helyi orgonistának mindig mindent tudni kell a saját hangszeréről, és karba is kell tartania, ugye? Mert vannak olyan alapfeladatok, amiket el kell végezni. Nem lehet mindig ugrasztani egy orgonaépítőt egyből, hogy egyetlen egy sípért jöjjön ide, hanem az maga az orgonista is jó, hogyha meg tudja csinálni. Igen, ugye. Illetve hát ismerni kell a hangszernek a sajátos problémáit. A nyelvsípokat ugye havonta kell, illetve hőmérsékletváltozáskor kell. Itt szerencsére általában temperált a hőmérséklet, tehát állandó mondjuk télen 16, nyáron 26, itt a 10 hőfok ingadozás az viszont már szükségesé teszi a nyelvek hangolását. Ez ugye egy mechanikus orgona. Ez mechanikus, tehát, hogy a, mechanikus. Tehát, hogy az azt jelenti, hogy ugye, nincsenek rajta kombinációk. Nincsenek rajta kombinációk, és hogy húzó szálak mennek. Igen. Egészen a sípok aljáig, a szelepekig, innen az orgonából. Ezt majd meg is mutatjuk. Itt van előttünk a rükk pozitív, úgymond, hogy a másik manuál, de ez kicsit cseles rükk pozitív, mert hiszen most nem a hátunk mögött van, mint hogy a német nyelven mondják, hogy rükk pozitív, igen. Hanem előttünk van. Miért lehet ez így olyan? Hát előttünk van, mert ez egy már megfordított játszó, a szelebe a korba már nem hátrafelé volt, hanem egy előre nézett, és akkor azért praktikusan a második manuál közelebb van a pozitívhoz, tehát nem az első kapta ezt a
ezt a jelleget, hanem akkor az első a főmű. Igen. Ez eredetileg is így volt, ilyen kialakítású, azt hiszem most érkeztek meg. Köszönöm, Tamás, hogy meséltél nekünk a hangszerről, a hangszeredről, amin minden nap játszol, és az istentiszteleteken közreműködsz. Most pedig én szeretném bemutatni a nézőknek, hogy hogy szól, úgyhogy kérlek szépen egy korál előjátékhoz, de szállt a jár Ferganganiszt, Bach által írt korál előjátékhoz, adj egy regisztráció javaslatot, egy hangszín javaslatot, hogy hogy szólna ezen az orgán a legszebben. Hogyha kiemelt, akkor fönt legyen a... Jó, bal kéz lent. Jó kéz lent. Igen. Csak a tremolót kapcsoltam ezzel. A fuvolák fognak most szólni az orgona halkabb alapregiszterei. Jó, rendben. Fönt a jobb kéz. Köszönöm szépen, Tamás, még találkozni fogunk. Most pedig hallgassák meg ezt a darabot. Most pedig visszaérkezett hozzánk Tamás, és a mai utolsó darabot, a műsorunk utolsó darabját, ő fogja nekünk eljátszani. Kérlek, mondd el, hogy mi ez a darab, amit most nekünk előadsz. Pachelbel korál feldolgozása. Igen. Herr Christer Einge Gottessohn. Egy kicsit alap
regiszt. Alapszínekkel megy, és utána pedig egy ilyen plénum jön hozzá. Jó. Köszönjük szépen a figyelmet, jövő héten újból tartsanak velünk, fogadják sok szeretettel, és hallgassák örömmel ezt a darabot. Köszönjük szépen a figyelmet. A következő adásban ugyanitt folytatjuk, amikor ugyanis a Magyar Orgonépítők Társasága jön ide ehhez a hangszerhez, és jön az orgona építője, az orgona tervezője, és jelen lesz, és ugyanúgy játszani is fog az orgona használója, Bódis Tamás. Köszönjük szépen a figyelmet, viszontlátásra!
kihangzás nagyon előnytelen, ezért a pedál mindig kevés volt az orgonában, hiába volt itt nagyon megrakva, nagy csípokkal bennrekedt itt. Most az a felújításkor ezt az egészet itt meg kellett szüntetni, mert itt a torontyot meg kellett erősíteni, és itt 2007-ben az orgona használhatatlanná vált, tehát nem lehetett tovább használni. Soknál az orgonista általában mindig az éneket kíséri, és hogyha kell, akkor énekel is. Igen. Azért. Igen, van, ahol van külön énekvezető, vagy van, ahol van maga a gyülekezet jól énekel, vagy esetleg olyan is van, hogy a lelkész vezeti a éneket. Itt hogy van nátok? Változó. Tehát ugye ez az összetételtől is függő, hogy mennyien vannak, attól is függ, hogy ki a lelkész.